Sziasztok, hogy látjátok, és halljátok, hatalmas a hangulat itt ma délután a Gyöngyösi Városi Sport és Rendezvény csarnokban, mert hogy az utánpótlás csapataink évzáró rendezvényre zajlik éppen. A felnőtt csapattal játszanak a picik, és hát fantasztikus hangulatok a mérkőzések. A fiúk is nagyon poénra veszik a dolgok, beszélgetek majd természetesen edzőkkel, csapatvezetőkkel, játékosokkal, hogy hogyan élik meg ezt a délután. Remélem, hogy nagyon kellemesen szórakoztatok az egész évben, és a következő néhány percben is ezt fogjátok tenni. Szevasz Krivo, te vagy a csapatorvos, úgy láttam itt az előző meccsen, beugrottál orvosként, kit kellett ápolni? Hát Milán nagyon-nagyon komoly sérülést szenvedett, úgyhogy be kellett menni jégspréjjel lekezelni, de már sokkal jobban van. Én azt nem értem, hogy miért a hasát kellett ápolni, odaütöttek neki? Hát nagyon-nagyon, gyomorszájas kapott a kis játszó, aztán ezt már nem bírta idegekkel. Durvák a gyerekek, ugye? Sipi, neked hogy tetszik ez a délután? Teljesen jól vagyunk, próbáljuk felvenni a versenyt a fiatalos lendülettel, hát úgy, ahogy megy. Remélem azért ők a mai délután folyamán eredményesebbek lesznek. Fizikálisan hogy bírjátok a dolgot? Nagyon nagy a tempó, azt kell, hogy mondjam, de így a szezon végeztével azt mondom, hogy talán jobb formában vannak a fiatalok. Feliz! Na, hogy tetszenek a fiatal kapusok, hogy nyomják? Hát jó, nagyon vannak tehetségesek, bőven. Még a mezőnyjátékosok is nagyon jókat védenek. De ahogy láttam, tőletek is valaki mezőnyjátékosként beállt a kapuba, ugye Tibi? Hogy védett a Tibi őszintén? Tehetett, vannak jó mozdulatok. Tibi, maradsz középen a védelemben, vagy inkább kapus? Nem tudom, most megtehetszett, meglátjuk még, hogy alakul a mai nap, úgyhogy akkor, ha alakul a mai nap. Mert az tök jó buli, nem? Hogy a többiek ott küzdenek, harcolnak, birkoznak, te meg állsz a kapuba. Olyan fontos dolog a kapus is, úgyhogy. Egon, téged nem láttalak még játszani a mai délután folyamán, de fogsz te is. Kicsit később. Lehet, hogy később jöttél, mert én kezdtem amúgy a játékot, de majd még fogok menni, úgyhogy biztos látni fogsz. Ne izguljál nagyon. Jó. A posztodon maradsz ott a szélen? Hát azért megpróbálom magam itt ott még, majd meglátjuk még, hogy mi az, ami tetszeni fog. Szavasz Misi! Azt gondolom, hogy jövőre te nem kapusként fogsz nálunk szerepelni itt az évzáró gálán, hanem Mikulásként. Jó úton haladsz. Hát nem kizárdalom, hogy Mikulásként. Gyors az eszorásom lehet. Én mondtam Misinek, hogy utolsó napra öltöztessük be Mikulásra, de... Senki sem akart, senki sem átolta pedig. Most előtted a poént, és folyt eszemből. Hogy tetszik a délután? Hogy érzed magad? Milyen a hangulat? Nagyon jó. Karácsonyi hangulatban. Örülünk, virulunk, játszunk egyet. Szuper minden. Így van, köszi. Nagyhajdú Benyámin, az ifjú csapatunk, ifjú szélsője, szavazz Beri! Szia! És nem csak játékosként, hanem edzőként is figyeled itt az eseményeket, hogy tetszik a délután. Igen, 2 órára jönnöm kellett, mert a csapatomnak is meg kellett érkezni. Félre mondtuk, öltözzenek át, már itt ülnek a lelátón. Aztán sorrendben U10, U11, U12 és utána jön a mi csapatunk. Érkezek már is klubelnökünk, szavazz Ati, hello! Hogy érzed magad itt délután? Nagyon jó, köszönöm szépen. Ennyi fiatal emberrel, fiatal lányal együtt szurkolni a meccs sikeréért, meg a gólokért, nagyon jó. Abszolút elérte a célját a foglalkozás, én úgy álltam, nagyon jól érzik magukat a gyerekek, és a fiúk is, így van ez? Hát én még hiányolom azt, amikor a fiatalok legyűrik a nagy darab embereket, és tömegnyomort alakítanak ki, de szerintem előbb-utóbb az is meg lesz. Előbb dr. Krivokapic azt mondta, hogy nagyon fontos ápolásra volt szüksége, mert Milán kapott egy óriási gyomrast. Hát igen, láttam, hogy lefagyasztották a gyomrát, vagy az orrát, vagy nem tudom miért, de nagy baj nem lehetett. Szavasz Totó! Szavasz Petró, mi a helyzet? Nyomod te is délután? Játszol végig, vagy most csak kispados vagy? Nem, hát végig nyomom baj, csak hát kell itt a játék lehetősége a többieknek is, hogy játszanak. Ja, hagyod kibontakozni a többieket is. Persze, játszanak, csak nyugodtan, aztán vagy amikor kell, akkor beállok. Így van, hajrá, gyöngyös!
Na most megállítom a fotósunkat, akit egyébként soha nem szoktatok látni itt a felvételeken, mert ő mindig a kamera másik oldalán van. Szevasz Márti, milyen egy ilyen eseményt fotózni? Szerintem hihetetlenül élvezik a gyerekek. Látszik ez a képeken is? Természetesen látszik, nagyon szeretik azt, hogy a nagyokkal tudnak játszani, és én úgy gondolom, hogy egy ilyen esemény ez erre pontosan jó, hogy lássák, hogy a példaképek, akik előttük vannak és játszanak minden hétvégén, és drukkolnak nekik, hogy milyen, amikor a pályán vannak együtt. Kicsit kiderül az is számukra szerintem, hogy az NB1-es csapat férfi játékosai is emberből vannak, nem? Így van, pontosan. Ők is hibáznak, ők is örülnek, ők is szomorkodnak, hogyha úgy jön össze, úgyhogy szerintem ez teljesen jó. Arra ez a lehetőség, hogy együtt tudnak játszani, hogy ők is megismerik ezeket az érzelmeket a pályán. Köszi. Szakvezetőket is megállítunk és megszólítunk el. De majd megyünk fényképezkedni. Hogy készültetek a meccsre itt a nagyok ellen? Hát egy 3 hetes edzőtáborral, napi 5 edzéssel, egyébként a szokásos menetrendbe belefért. Szerették a gyerekek, élvezték, jól érezték magukat? Imádták, nagyon akartak jönni, 2 hete már ezen songanak, úgyhogy nagyon jó volt, hogy jöhettek. Szaladj fotózkodni, köszi! Két meccs között elkaplak téged is, szevasz! Szia. Hogy telik a délután, milyen a hangulat játékvezetőként? Nagyon nehéz mérkőzések vannak, azt gondolom, hogy nemzetközi szinten is megállnák a helyüket, és nyilván a bíráskodás is ugyanígy nemzetközi szintű. Nemzetközi szintű bíráskodás, nemzetközi szintű orvosi stáb, ezt láttuk az előző mérkőzésen. És nemzetközi videóbírók vannak nyilvánvaló, hát nem volt még ilyen eset, hogy vissza kell nézni, mert ott a Sainnál a piros lap az majdnem, hogy jogos lett volna. A gyerekek hogy érzik magukat, mit látsz rajtuk? Én azt gondolom, hogy öröm rájuk nézni a sok mosolyt, és ezért nem tudom, a Gyöngyösi Kézilabda klubot, és egy nagyon sikeres, eredményes év után azt gondolom, hogy méltóképpen zárjuk az évet. Így van, hajrá Gyöngyös! Hajrá Gyöngyös! Taktikai megbeszélés? Nem szabad elárulni semmit. Jó, nem is áruljuk el, Milan, how about the next match tactics? Just forgás-átfutás. Forgás-átfutás kereszt? Igen. És hosszú kereszt húzás balra? Biztos. Tehát az év vége a Gyöngyösi Kézilabda Klub valamennyi játékosa számára. A gyerekek fantasztikusan élvezték a mérkőzéseket, és hát ahogy láttátok és hallottátok, a felnőtt csapat játékosai is teljesen komolyan vették a kihívást, és beleálltak a meccsekbe úgy, ahogy kell. 2018-ban már nem lesz több kézilabdás esemény Gyöngyösön, viszont a 2019-es év nagyon sűrűn fog majd indulni. Liga kupa mérkőzések, az NB1-es csapatnak utánpótláskupa, Mátra kupa, téli kupa,
Szóval érdemes lesz majd böngészni a vadonatúj megújult honlapunkat, és érdemes lesz keresni minket valamennyi internetes elérhetőségünkön, amelyet itt a képernyőn láthatok. Érdemes egyébként odafigyelni az internetre, hiszen hogyha feliratkoztok a YouTube csatornánkra, akkor első kézből azonnal értesülhettek minden egyes hírről, minden egyes megjelenésről, ami a kézilabda klubbal kapcsolatos. Minden szurkolónknak nagyon békés, boldog karácsonyt kívánok, jövőre pedig sikerekben gazdag új esztendőt. Sziasztok, jövőre találkozunk! 1, 2, 3! Boldog új évet!